Futszál diákolimpiai megyei döntőt rendezett tegnap a Makói József Attila gimnázium. Csongrád megye 4 iskolájából érkeztek 11. és 12. diákokból álló csapatok a nemes sportrendezvényre, akik közül körmérkőzéseket játszva dőlt el ki a legjobb, hiszen a 4 csapat közül csupán egy juthatott be az országos döntőbe. Most egy nagyon nagy nap előtt állunk, ugyanis több éve próbálkozik iskolánk pályázni, ha nem is olimpiai szintű, de megyei diákolimpia döntőjének a rendezésére, és idén most ezt sikerült megnyerünk, ezt a lehetőséget. 4 középiskola vesz most itt jelen pillanatban is, talán a hangzavar visszaadja parás körülmények között ezen a nemes viadalon. Itt volt a Hódmezővásárhelyi Oktatási Központ, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, a Kőrösi József Szakközépiskola, valamint a hazai pályán játszó Makói József Attila Gimnázium is. Utóbbiak már komoly ellenfélnek számítanak a mezőnyben. Szerencsére nagy múltunk van, úgyhogy nem véletlen, hogy megnyertük ezt a lehetőséget. Eddig több alkalommal is a középiskolás csapataink megyei dobogósok voltak ezen a középiskolai futszál megyei diákolimpián. Az általános iskolásoknál pedig 3-szor jutottak országos döntőbe, és a legjobb helyezés ott 5. volt. Hát most nagyon izgalmas meccseken volt egy döntetlenünk, illetve most, ha jól láttam, akkor 3-0-ra vezet az ellenfelünk, de nincs lehetetlen, de bízom benne, hogy meg tudjuk fordítani még. Ezúttal sajnos nem kedvezett a szerencse a hazaiaknak, ugyanis a makóiak a 4. helyen végeztek, ezzel kiestek a versenyből. Az első helyet a deákosok nyerték, az országos döntőbe tehát a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium csapata jutott.